Csütörtökön kezdődik és szombatig tart az idei nyár legrangosabb győri labdarúgó tornája, a Fehér Miklós emléktorna, ahol U17-es csapatok játszanak. Az Etónál ennek a korosztálynak új edzői vannak, hiszen Bognár Zsolt és Böjte Attila felkészítése mellett készülnek a srácok hétről hétre. Igazából ugye ismertem ezt a korosztályt, egy az, hogy figyelemmel kísértem őket, kettő meg jó párom már tavaly játszottak fent U17-be nálam. Nagyon tehetséges korosztály ez a 2007-es korosztályunk. Kicsit ilyen megfogyatkozó vagyunk, mert a Telki kupára készül a U17-es válogatott, és négy játékosunk ott szerepel. Prioritást élvez nyilván a válogatott, én ezt támogatom is mindenféleképpen. Nélkülük fogjuk megoldani, de így is erős ez a keret. Az Eto rangos ellenfelekkel játszik, hiszen csoportjába került a Benfica és a Torino is. A játékosok azonban tudják, hogy mi az ő csapatuk erőssége. Szerintem az a csapat összhang, ami itt nálunk van, mert illetve a posztokon mindenki nagyon erős, tehát erős csapat vagyunk. Próbálunk fejben is készülni a tornára, mert még sose játszottunk ilyen nagy csapatok ellen, és ez motivál minket, szeretnénk azért egy jó helyezést is elérni. Próbáljuk a saját játékunkat játszani, de nyilván majd videózni fogunk belőlük, és megnézzük, hogy védekeznek, és az alapján fogunk, vagy próbálunk megjátszani. A Benfica és a Torino ellen az Eto a stadionban játszik. Az egyik mérkőzés csütörtökön, a másik pénteken kezdődik 5 órától, a belépés ingyenes. A játékosok már nagyon várják ezeket a mérkőzéseket. Teljesen más, sokkal jobb a hangulata, és játszottam már stadionban kétszer, és nagyon feldobja az embert, hogy a stadionban lehet játszani. Nagyon örülök neki, hogy ekkora csapatok ellen tudunk játszani, de ugyanolyan keményen fogunk küzdeni ellenük, mint bármelyik másik csapat ellen. Hát most viszonylag magas a csapat, és szerintem erősek vagyunk mind védekezésben, mind támadásokban, pontrugásoknál. Bognár Zsolt azt mondja, látszik, hogy komoly feladat vár a fiúkra a héten, hiszen még a megszokottnál is jóval koncentráltabb mindenki. Térképeztük már az ellenfeleket, a Torinót is és a Benficát is. Torino az 3-5-2-es játékrendszerben játszik, ami itthon utánpótlásban elég ritka. Nyilván fogunk belőlük egy kicsit készülni, mert más védekezés, meg más támadást igényel. De én azt gondolom, hogy a Eto stílus mindenféleképpen amúgy is jellemezte ezt a csapatot, mert nagyon jól dolgoztak előtte a kollégáim ezzel a csapattal. A labdabirtoklás, kreatív játék, támadó foci az jellemzi ezt a társaságot, amit én még pluszba szeretnék nem ezen a tornán, nem ezen a pár mérkőzésen, hanem egész bajnokságban, az a mentalitás, hozzáállás. Tehát a 10 embernek kell sprintbe védekezni, meg 10 embernek kell támadni. Ez az én filozófiám. A Fehér Miklós emléktornán a már említett csapatok mellett a Dunaszerdely, a Banyik Ostrava és a Crvena Zvezda vesz részt.